Köszöntöm kedves nézőinket! Lássuk mai műsorunk tartalmát. Első körben egy nem mindennapi helyszínre kalauzolom el önöket, a magyarlosi lőtérre látogatunk, ahol egy különleges világban nyerhettem betekintést. A lövészmesterség olyan képviselőivel találkoztam, akik egy izgalmas western hangulatot idéztek meg számomra. Azt hiszem, maguk közé is fogadtak. Szervusz Gábor, én Csuka László vagyok. Revicki Gábor. Alias Elhekító, erről majd még később beszélünk. Mik ezek a csodálatos fegyverek? Ez valamiféle egyesület? Ez a Magyar Sportlövészek Szövetségnek a Western Lövész szakága. Több egyesületből vannak jelen most is tagok. Gyakorlatilag mi kaugolyosdit játszunk igazi fegyverekkel. És ami még nagyon fontos része a játéknak, hogy a korabeli ruházatot is meg kell idézni. Nyilván a verseny elsősorban a fegyverekben különbözik egymástól. Főleg a fegyverekben különbözik. Az alapfegyverünk az a 1873-as mintájú Colt 10 méter maroklőfegyver. Ez gyakorlatilag egy single action revolver. Minden lövéshez fel kell húzni, kicsit körülményesen a mai modern revolverekhez képest is körülményesebben tölthető, az a klasszikus hatlövetű. A régi western filmeken, a cowboy filmeken ezeket láthatjuk. Legfőképpen ezek szerepelnek, ez a fő vonulata a revolvereknek. Na, akkor most kicsit a területről, hogy mit is fogunk csinálni, miért van ez így kialakítva? Nagyon fontos eleme ennek a sportunknak ugye a lőtér, lehetőleg kültéri lőtér. Amire lövünk, azok általában fém célok, tehát fém acéllemez célok. A játék lényege az, hogy egy felépített pályát megadott sorrendben minél gyorsabban végrehajtsunk, a lehető legtisztábban, tehát minden egyes lövéssel találni kell. Amennyiben egy lövésünk nem talál, az bizony 5 másodperc büntetést von maga után. Miután elég közel van, és látom, fém célok is vannak, gondolom, hogy itt szigorú szabályok is vannak. Vannak igen szigorú biztonsági szabályaink vannak, hiszen ugye az előbb azt mondtam, hogy játék, de ettől függetlenül ez mind-mind éles fegyver. Megfelelő védőfelszerelést is kell használnunk, hiszen fém lőszerrel lövünk fém célokra, és azt tudjuk, hogy ilyenkor keletkezhet fém forgács, ami vissza is pattanhat, és hát a szemünk világát őrizvén pont ezért például a védőszemüveg használata minden esetben kötelező. Nem sokára sokkal több ember fog itt szemüveget fölvenni. Nem csak szemüveget, hanem fölhúzza a western csizmát, fölhúzza a kalapot. A legközelebbi nagyobb rendezvényünk az az országos bajnokság lesz június végén. Akkor álljunk neki a lövészetnek. Gábor, örültünk látogatásodnak, nagyon ügyes voltál, és a mai teljesítményed alapján méltóvá váltál arra, hogy egy új becenevet, egy aliaszt kapjál itt a cowboy közösségben, és mivel tudjuk, hogy nagyon szeretsz horgászni, úgy döntöttünk így a barátainkkal, hogy te legyél innentől fogva Old Fisherman. Gratulálok! Yes, köszönöm, még majd a feleségemmel meg kell tudni tanítanom ezt az új nevet. Az erdész-vadász hivatás pontosságot és precizitást követel. Akár csak egy zenemű, amelyben minden hangnak megvan a helye. Következő helyszínünkön Martonvásáron a dallamok által idézzük meg a természetet. A hegedűnek jut a főszerep, melynek segítségével klasszikus és modern darabok szólalnak meg. Mi
igyekeztünk a tiszteletet megtartani. Amikor egy Mozarthoz hozzányúlunk, nagy tisztelettel nyúlunk hozzá, nagy alázattal, mert Mozart minden hangot úgy írt meg, ahogy annak lennie kell. A mi feldolgozásainkban a teljes partitúra le van játszva. Ez azt jelenti, hogy nem hagytunk ki egyetlen egy szólamot sem. Nem egyszerűsítettük a dallamokat. Ha Mozart megírta azt a cselló szólamot, akkor mi is eljátszuk azt a cselló szólamot. Lehet, hogy szintetizátorral, lehet, hogy alatta van egy modernebb ritmus, ami miatt könnyen hallgatható és talán első hallásra egyszerűbbnek tűnik, mint Mozart sajátja, egy klasszikus zenekarral előadva. Viszont, ha valaki egy kicsit jobban odafigyel, akkor hallhatja, hogy mindent lejátszunk, amit a szerzők megírtak, pontosan úgy, ahogy írták. Először is kell a klasszikus alap, szóval, hogy rengeteg évig tanultuk ezeket a darabokat, még zeneiskolától kezdve, konzinát, rengetegszer játszottuk ezeket a darabokat, és amikor már így úgy érezzük, hogy nagyon jól megy, akkor jön egy ilyen buli, és akkor csak kiállunk, és akkor így viszonylag könnyebben megy, mint egy komoly zenei produkció. Sajnos nem sokan nyitottak ugye a klasszikus zenének ugye a hallgatására, vagy ugye akár annak befogadására, és ezzel a crossover stílussal ugye alapvetően egy kicsit könnyedebbítettük ugye a klasszikus zenét, megtiszteltük továbbra is egyébként magát a zenének ugye a mi voltját, meg ugye a múltját, de mégis egy kicsit könnyítettünk ugye ezen a stíluson. Igyekeztünk egyébként olyan darabokat összeválogatni, ami populáris is. Tehát ez a crossover stílus a könnyű zenének a bevitele a komoly zenébe teszi populárissá, és így több fül számára hallható. Nagyon nagy eredmény, itt a dalok összeválogatásánál is odafigyeltünk, hogy ismerősen csengjen, ezzel mi tanítunk tulajdonképpen egy országot. Nagyon sok kislány kezdett el hegedülni, miután a művésznők kijöttek. Minden koncertből tanulunk, minden koncert más és más. A helyszínektől kezdve az akusztikán át, a közönség hangulatát kell követni, mind hangerőben, mind hangszínben, és ráadásul három élő hegedűt látunk. Emiatt az arányokat állandóan állítanunk kell ahhoz, hogy mindig megfelelően szóljon. Történelmi pillanatnak lehetünk szemtanúi a következőkben, ugyanis Tamásiban a helyi iskola udvarára költözött a vadászidényt megidéző trófea szemle, valamint a solymász és kutyás hagyományőrzők bemutatója. A rendezvény kitűnő alkalomnak bizonyult arra, hogy a gyereksereg test közelből ismerhesse meg a vad és az ember kapcsolatát. De más módon is közel kerülhetünk a természethez. Erről gyerekerdő rovatunk mesél majd. Egy régi álmunk vált valóra. Néhány évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy egyszer az iskolában egy tematikus trófeaszemlét és egy vadászati programot a gyerekeknek bemutassunk, és ez most az idei évben megvalósult. Ez kellett egy iskolaigazgató, aki rendkívül bátor volt, és az hezitálás nélkül azt mondta, hogy fölvállalja ezt a programot, és beenged minket az iskola falai közé. Arról nem is beszélve, hogy a kiváló tantestület, a remek pedagógusok is érezték ebbe a didaktikai tartalmat, hogy ebben a vadászathoz kapcsolódó természet szeretetet, az erdő és a vadnak a szeretetét meg lehet a gyerekekkel ismertetni, úgyhogy ez egy boldogság tényező nekünk. Én ennek a mai rendezvénynek rendkívül örülök, és mikor vezérigazgató ezzel a gondolattal megkeresett, örömmel fogadtam, és elsőre igent mondtam. Ez azért is fontos nekem, mert itt a gyulai erdők közelébe a gyerekeink azért mindennapjaikat, én azt mondom, ilyen környezetben, ilyen csodálatos természeti környezetben töltik, és gyakran kirándulunk mi a gyulai erdőbe, akár Róbirodra, akár az erdeiskolájukba, Lengyel Anna fürdőre, és most azt vettük
vettük észre, hogy ezt a látogatást az erdészek viszonozzák, és elhozták ezt a csodaszép rendezvényt a mi iskolánkba, ami a mi otthonunk, és végre egyszer a gyerekek azt tapasztalták meg, hogy nem ők mozdulnak ki, hanem ezt helybe kapják ezeket az élményeket. A legnehezebb közönség a gyerek, tehát az ő figyelmüket, az ő érdeklődésüket lekötni, illetve fenntartani nagyon-nagyon nehéz. Nagyon remélem, hogy ha végignézik ezeket a csodálatos trófeákat, akkor ők gazdagodnak, és otthon is el tudják mondani, ami nagyon hasznos, mert sokszor a gyerek viszi haza az információt a szülőnek. Hosszú évek óta, tehát mondhatom azt, hogy 10 éve próbálkozunk azzal, hogy minél közelebb vigyük a gyerekekhez a vadászatnak a kultúráját, pedagógiai szempontból is tematikus programokat próbáltunk a trófea szemléinken az elmúlt 10 évben minél jobban és minél magasabb színvonalon vinni, és idén ez most olyan szintig jutott, hogy gyakorlatilag az iskola udvaron találtuk magunkat, és ahogy a gyerek zsivajból hallom, elég jó sikerességgel. Én bátorítok minden olyan erdőgazdaságot, vagy olyan társaságot, aki trófeaszemlében gondolkodik, hogy hozza közel a gyerekeket a vadászathoz, a természethez, és ezáltal a trófeákhoz is. Itt a gyerekek kézzelfogható valóságban ismerkednek meg a természettel, és amit idehoztak a rendező társszervnek a munkatársai, tehát ők kézbe foghatják azokat, amit eddig esetleg csak vagy tévében, vagy a tankönyveinkben láthattak. Remélem, nagyon sok élménnyel térnek haza, és ha nem is sokan, de talán sok gyerekben megfogalmazódik most az a vágy, hogy igen, ők erdészek, vadászok akarnak lenni, amihez itt a környezet adott is. Annak örülnék, hogyha az iskolában egy tematikus oktatási rendben, mondjuk biológia órák keretében a vadászatról, vadászati kultúráról, mint ősi emberi tradícióról a gyerekek hallanának és oktatásban részt vennének, és nyilvánvaló, hogyha ezek a gyerekek testközelből ezzel az életformával, élethivatással találkoznának, akkor meg találkoznak is, akkor ez hivatást ébreszthet a szívükben. Erdő Ernő bácsi meséi. Mi ez a magas les? Tudod, az erdő legrendszeresebb látogatói az erdészek, vadászok. Ők vigyáznak annak élőlényeire. Ennek céljából gyakran építenek fából kilátóhoz hasonló magas leseket. Erre felmászva és szép csendben üldögélve a bokrok fölött megfigyelhetik a környéket, hiszen nagyon fontos tudniuk, hogy mennyi nagy és apró vad él az erdőben, és hogy közülük bármelyik beteg vagy sebesülte. De a magas lesek nem csak az állatok megfigyelésére alkalmasak, hanem a természet szépségeinek felfedezésére, fényképezésére is. A vadászat során időnként előfordul, hogy a vadász nem megfelelően találja el a kiszemelt vadat. Az állat menekülőre fogja és eltűnik az erdő mélyén. Mit lehet ilyenkor tenni? Egy vérebb vezetőhöz és kutyájához fordulhatunk, akik egy sikeres utánkeresés alkalmával a vad nyomára bukkannak. A kutya és az ember meghitt kapcsolatáról kérdeztük Zilai Jánost, aki egy helyszíni gyakorlat során osztotta meg gondolatait. Ezt követően pedig a téli erdőről ejtünk szót. Ezen a csapán végig kell neki menni, ki kell dolgozni, elejétől a végéig, törésekkel, kanyarokkal, derékszögű törésekkel végig pontosan, egyfajta gyakorlás. Az ilyen gyakorlások is arra jók, hogy a vérem már úgymond agyilag fölkészül a következő munkára, mert tudja, hogy a vezető miért megy oda, mert ezt most is meg kell csinálni ugyanúgy, mint egy éles munkánál.
és akkor szinte rá hangolódik, rá kész, és valami jel alapján indulhat csak meg, és akkor ő már ott korábban a vérvezető volt, le fogja tenni az órát, keresgél, és egy kiválasztott csapar rá fog állni, és az fogja követni. A kutya, ahogy figyel most engem, a mozdulataimat nagyon jól tudja, hogy éles munkánál is, hogy ugyanez fog következni, ez ivódott bele ugye a kutyába, és ő ilyenkor mondom agyilag, hogy fölkészül a következőkre. Állj! Nagyon lényeges dolog például, amit most is csinálni, meg lehessen bármikor állítani, mert lehet, hogy éles munkába találok én most egy kenést, egy darab csontot, valahogy egy csöpp vért, és azt meg vizsgálom. Az ott a kutyának nyugodtan kell állni, és arra a vezényszóra, amikor mondom neki, amit majd mindjárt mondok, arra kell indulni. Na, tovább! Azt akarom szemléltetni, hogy nehézségi fokai a disznók az éjszakét fölturkáltak mindent. Lehet jól látni. Gyakorolni, 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 a kutyának és a vezetőjének mind a kettőnek tanulni kell. És hát ez annak az eredménye, hogy sokat voltunk így együtt, sokat csináltuk, és belerögződött tovább. A kutya ugye nem tud izzadni, a hőveszteségét a testén, illetve a nyelvén liegés közben akkor párlogtat. És ezért van az, hogy a vérevezető mindig visz magával vizet elsődlegesen a kutyát megitatni, meg hát a fülét például megmosni, mert ott nagy a felület és vékony a kapillai, tele van érrel, érhálózatot dúsan ellátva, és hogy így is üts a kutyát, és hogy igénybevételét visszazökkentse a normális ütembe. Jó van, jó van, jó van, ugyas óta. Ügyi, jó van. Na, pst. Össze vagyunk nőve egy munka kapcsán, mert a vérvezeték soha mindegy köldögzsinór, tehát minden rezzülését kell nekem átvenni a kutyától, és ez is nagy segítség, és így alakul ki egy ilyen igazi összhang vérvezetés a kutyája között. Nem csak bízom benne, hanem tudom azt, hogy igenis van ebben a felnövekvő generációban egy olyan mag, amelyik ezt a zászlót tovább fogja vinni. Legalább ugyanazokat, hanem még nagyobb eredményeket fognak elérni, mint valamikor mi értünk el, mert ez bennük van, és ezt szerintem se tudnak szabadulni szerencsére. És ezt ők elkezdték, fogják csinálni, ráéreztek az ízére is. Okay, tényleg a sikerélményei voltak, meg egyáltalán fölmérje azt ennek, mi a jelentősége, az és van hozzá affinitása, elegendő szenvedélye fogja csinálni. Télen bóbiskolnak az erdők. Talán ez fejezi ki a legjobban, hogy mi történik a rengeteg fával a hideg évszakban. Az erdőben azonban nem áll meg az élet. Gondos kezek vigyázzák álmát, hogy tavasszal újra ünneplőbe öltözhessen. Gyakran találkozni az erdészekkel, miközben zöld ruhájukban az erdőket járják. Az erdőgazdálkodásban ez az időszak elsősorban a betakarítás ideje. Ilyenkor nem csak a fák, hanem az aljnövényzet is nyugalmi állapotban van. Az erdészek télen az erdő évtizedek, vagy akár évszázad óta érő gyümölcseit szedik le. Ilyenkor termelik ki az ország faszükségletét.
Hosszú évek gondossága, a károsítóktól és természeti csapásoktól óvó erdei környezet, megfelelő nedvességi és fényviszonyok kialakítása kell ahhoz, hogy az erdő állékony maradjon. Amikor egy területen kitermelték a kiválasztott fákat, ott maradnak a fiatalabbak, akiket immár nem árnyékol le idősebb társaik kiterjedt lombkoronája. Így a nyugalmi időszak végeztével több fénnyel, nagyobb eséllyel és energiával vághatnak neki a növekedés előttük álló évtizedeinek. Jó gazda módjára az erdészek gondoskodnak arról, hogy amíg bóbiskol az erdő, esztendőről esztendőre megújítsák nemzeti kincsünket, a magyar erdőket. Folytatjuk vadgasztronómiai rovatunkat, ahol ezúttal is Vári Dávid vadgasztróséfünk invitál minket konyhájába. Tekintsük meg, hogy mivel is készült mára. Ma rántotust készítek vaddisznócombból, Westernburgonyával. Feltesszük főni a burgonyákat, abba kezdjük el, megmosva sós vízben. Ebben az esetben nem lobogó vízbe tesszük be, hanem hideg vízből kezdjük el felforralni. Közben fogjuk a vaddisznócombunkat. És itt nagyon fontos az, hogy vékony szeletet vágjunk, de a rost irányba figyeljünk. Tehát mindig úgy próbálják vágni a szeleteket, hogy rövid szálak keletkezzenek. Az ebben az esetben egy kicsit ilyen sré vágást teszünk, és egy ilyen kis szeletecskét kapunk a húsból. Durván ilyen 8 mm-es szeletet vágunk, és azt szépen majd ki tudjuk klopfolni. Közben előkészítjük a panírpályát. Tojás, viszont ehhez egy kicsit szokatlan panírt használunk, mégpedig a pankó morzsát. A pankó morzsa nem más, Japánból származó, Ázsiából származó morzsa, kenyérnek a béléből készítik, egy kicsit durvább, ízben sokkal-sokkal autentikus, sokkal jobban adja ezt a bundát vissza, ami kell, hogy képezünk a hús körül. Úgyhogy gyorsan felverjük a három tojást. Én lapos tányát szoktam általában használni a panírozáshoz, de sokkal kényelmesebb lehet dolgozni. Közben meg is főttek a burgonyák, ki is vesszük őket, és aztán a húsklopfoláshoz fordulunk. Nagyon egyszerűen csak egy kicsit megsózzuk, tényleg csak egy minimálisan egy kicsit megborsózzuk. A vaddisznóhoz általában fekete borsra használok, kis fóliát rá, és akkor jön a legjobb klopfolóeszköz, a kis forlaló, és mindig tőlünk elhúzva klopfoljuk ki, elkezdett terülni a hús. És kapunk egy szép kis hússzeletet, hozzáhozunk a tojást, a pankomorzsát, felhevítjük a zsír közben, megforgatjuk a lisztben, mindenhol elterüljön a liszt, aztán jön a tojás, megint csak egy kezet használunk, szabadon maradjon a másik, megforgatjuk benne, és aztán bebundázzuk a pankomorzsával, mehet is be a forró sertés vagy vaddisznózsírbe. Figyeljünk rá, hogy a hőmérséklet ne legyen olyan, 190 fok fölé ne menjünk a zsírnak a hőmérsékletében, mert elég a zsír, és nyilván egy kellemetlen mellégízet tud produkálni. És kb. Ennyi idő után, 20-25-30 másodperc után ki is vesszük a húst, és pihentetjük egy tányéron. Közben a már kihűlt burgonyát felcikkezzük, négy felé vágjuk, és ugyanabban a zsírban kisütjük
figyeljünk arra, hogy ne ragadjonok össze, hogy minden felület megkapja a hőt, hogy jó ropogós legyen. Ha látjuk, hogy megsült a burgonya, szépen aranysárgára kivesszük. Megint egy kemény főzhető, süthető burgonyát használtunk, és visszatesszük még egyszer a zsírba a hússzeletet. Arra ügyeljünk, hogy forró zsírba kerüljön vissza, és most még egyszer bundázom, most még egyszer adunk egy kis hőt neki, pihenheted egy picit, egy 10-20 másodperc után megforgatjuk, ugyanannyit időt még egyszer hagyjuk a zsírban, kivesszük, lecsepegtetjük, és kész is a rántott vaddisznott combunk Western burgonyával. Jó étvágyat kívánok! Bízom benne, hogy ezúttal is számtalan információval lettek gazdagabbak, kedves nézőink. Jövő héten újra találkozunk, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!